Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a mély vízben, és köszöntöm a Klik TV műsorában Kórosz Lajost, az MSZP elnökségi tagját, alelnök urat. Van miről beszélnünk, ugye? Hát azt gondolom, igen. Ami engem, nem mint hogyha engem, inkább elsősorban azt gondolom, hogy a nyugdíjas társadalmat izgatja, hogy jelentős mértékben megint becsapják a nyugdíjasokat. És hogyha azt figyelem, hogy a kormányzat milyen üdvrivalgás mellett adta át, mert most már múlt időben beszélünk erről, igen, a 15%-os nyugdíjemelést, akkor azt mondom, hogy ezt is a propaganda eszközévé silányították, miközben éppen a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája jelentős, ennél sokkal jelentősebb infláció. Mit lehet ezzel szemben tenni, amikor a kormány összeadja azokat az összegeket, amik úgy átlagosan, azt mondja nekem, hogy 300-valahány ezer forinttal kapok én tőle többet? Ezek borzasztó, ezek olyan kommunikációs sémák, amellyel nem is tudom, hogy kell-e nekünk egyáltalán foglalkozni, de ugyanezt látom például a béremelések kapcsán. Néhány nappal ezelőtt éppen a KSH a béreket is publikálta, és hát üdvrivalgás, gyakorlatilag 512 ezer forint körüli béremelés, de visszatérek én ide a nyugdíj... átlagbér, bocsánat. És ott is egyszerűen nem állt még bennem, beültem a gépembe is, és azért írtam néhány keresetlen mondatot erre is. Ugyanez a helyzet a nyugdíjaknál, hogy pontosan tudták az elmúlt évben, amikor a költségvetési törvényt elfogadták, hát egy fél évet se bírt ki gyakorlatilag a költségvetés, hogy messze magasabb lesz az infláció, mint amivel megtervezték, és messze alacsonyabb forint árfolyammal tervezték meg a költségvetést, mint amennyi realizálódott. Innentől kezdve megint az a helyzet áll elő, hogy a nyugdíjasok hónapokon keresztül, majdnem egy éven keresztül hiteleznek a kormánynak, feltéve akkor, hogyha az év közepéig nem fogják tudni leszorítani az inflációt, márpedig én nem látom azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek kordában tartanák vagy leszorítanák az inflációt, innentől kezdve lesz egy olyan társadalmi nyomás, véleményem szerint, hogy megint arra kényszerülnek, hogy évközben is kiigazítsák a nyugdíjakat. Igen, de most ön arról beszél, hogy a várható infláció belövése is már alacsonyabb mértékben, például annak érdekében, hogy használhassák egyébként a nyugdíjasok pénzét. Így van. És nagyon sokan azt nem veszik figyelembe, mert hogy ez a lakosság egészére mért inflációs ráta, az 22,5% volt, holnap reggel 8 óra 30 perckor fognak megjelenni az új adatok. Az új adatok még a decemberiek lesznek, ugye a KSH egy hónap múlva publikálja az adatokat, publikálják a január-december közötti fogyasztói árindex növekedést, és a december per december árnövekedést. Na most itt van egy nyugdíjas fogyasztói kosár alapján mért inflációs ráta is, ami most már tendenciózusan hónapról hónapra magasabb, jóval magasabb, mint a lakosság egészéért. A 22,5%-os novemberi lakosság egészét érintő inflációs rátával szemben 25,2 volt a nyugdíjas fogyasztói árindex növekedés. Én most azt prognosztizálom, hogy legalább 26-27% lesz a nyugdíjas fogyasztói. Igen, hát ugye ráadásul ebben az átlagban benne vagyok én is, akinek az átlagnál magasabb a nyugdíja. Tehát nyilván azokat a rétegeket, akiknek egészen alacsony a nyugdíja, még jobban sújtja. Úgy van, pontosan. Nagyon, nagyon jó helyén kapizsgál szerkesztő úr. Ugyanis itt arról van szó, hogy más-más jövedelmi csoportba tartozó háztartásokat, vegyünk háztartást, vagy családokat, mert van, ahol egy családban két háztartás van, vagy fordítva. Ott kérem szépen teljesen másképp érinti, ugyanis azt látni kell, hogy ma már én megkockáztatom, hogy körülbelül élelmiszerre az átlagfogyasztásban már 25% fölött van az, amennyit fizetünk élelmiszerre. Egy
család költségvetésében, és majdnem 50% a lakhatás és az energiafelhasználása. Döbbenetes szám egyébként, de akik alul vannak, mondjuk a legalsó kvintilis, ezt a szociológiában, statisztikában így hívjuk, a két alsó decilis, tehát hogyha a társadalmat 5 egyenlő részre osztjuk, és ott van durván 2 millió ember, akik a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek sajnálatos módon, egyre több közöttük a nyugdíjas, és egyre több közöttük a szegény nyugdíjas. Ez nem volt mindig így, néhány évvel ezelőtt relatíve biztonságot jelentett a nyugdíj, kiszámíthatóságot jelentett, de egyre többen vannak benne a szegény nyugdíjasok. Na ott kérem szépen, ott teljesen más a helyzet. Az ő inflációs rátájuk, azok 50% körül vannak a 25,2%-kal szemben. Ott gyakorlatilag esznek és laknak. De ha már azt mondja, ha esznek, van nekik mi? Ha már azt mondja, hogy esznek, ugye ott meg 30% fölött van a 40% fölött van, bocsánat. 45 az élelmiszer. Élelmiszer. És ez jellemzően őket sújtja. Őket nagyon sújtja, ugyanis ráadásul, hogyha megnézzük a termékcsoportokat, hogy melyek drágultak borzasztóan, majd holnap reggel lehet látni a tejtermékek, horror. Egy hónap alatt 15-20%-ot drágultak a tejtermékek. Egy hónap alatt. Nem éves szinten, egy hónap alatt. A múlt hónapban a kenyér, a tejte, a kenyér 80% körüli drágulást mutatott, november per november, tehát az előző év novemberhez képest a novemberi drágulás. A tejtermékeknél meghaladta a legtöbbnél a 60%-ot. De ami a szegény ember eledele, a száraz tészta, vagy a száraz hüvelyesek, ezek külön ugye, csoportot képeznek a statisztikában, például a lencse, a bab, stb. Ezek iszonyatos dráguláson mentek keresztül, és ez a szegény ember eledele. Tehát amiből nap mint nap főznek az emberek, azok drágultak borzasztóan. Ezért érzik azt, hogy teljesen más az inflációs érzékelés, mint amit a statisztikai hivatal hónapról hónapra közöl. És van itt még egy, amit szeretnék a nyitó gondolatomra visszatérni, mert az az érzésem, sőt meggyőződésem, hogy ott is be vannak csapva a nyugdíjasok, ahogy az idei ugye 15%-ot, amit most ünnepelnek, megadták, ugye éppen ezen a napon, amikor beszélgetünk, ugye ez a, akkor érkezett ez a 15%-kal emelkedett nyugdíj, mert hogy több volt, magasabb volt a múlt év végén, tehát magasabb volt, amit viszont nem kell kompenzálni. Valóban. Ugyanis és hogyha rendesen számolnák, nem akarom akkor használni. Más lenne a bázis, akkor, amire rá kellett volna. Pontosan. A múlt év őszén azt hiszem beszélgettünk hasonló témákról, az idősek világnapjához kapcsolódóan, ami ugye október 1-je. És én már akkor fölhívtam a figyelmet, hogy itt a tervezésben is nagyon komoly hiba csúszott, de ez szerintem részükről szándékos, mert ők pontosan tudják, hogy a jogszabálynak csak az egyik részét olvassák el, és azt alkalmazzák. Ugyanis a törvény úgy szól, leegyszerűsítem, hogy mindenki számára érthető legyen, hogyha a tervezett infláció és a mért infláció adatai eltérnek egymástól, az 1-8 hónap tényadatok figyelembevételével vesző, és a várható inflációs növekedést is figyelembe véve kell a novemberi visszamenőleges kiigazítást akkor kell. És akkor beszélgettünk róla, és be is következett, hogy én akkor 9-10%-os nyugdíjemelést, kiigazítást prognosztizáltam, hogy az lenne az ildomos, ha megkapnák a nyugdíjasok. Ezzel szemben 4,5-et kaptak csak novemberben. Tehát ön, amikor azt mondja, hogy ha novemberben sem csapták volna be őket, akkor ott 9-10%-os, én 10%-ot mondtam, és ez be is igazolódik, mert most kapjuk majd meg holnap reggel a decemberi adatokat, be is fog igazolódni, igen, hogy de, legalább 10%-ot. A bázis nem fogják kezdeni. És ahhoz azt nem fogják kiigazítani. Tehát itt már becsapták úgy novemberbe a nyugdíjasokat, hogy a felét kapták meg annak, mint ami járt volna, és erre kellett volna a januári 15%-ot adni. Hogy többet kell hitelezniük, hogyha korrekt így módon van. Fogják az így van, pontosan így a kiigazítást. Pontosan így van. Mégis visszatérek ugyancsak a nyitó gondolathoz, hogy
Azt mondta, hogy nem, tulajdonképpen nem is szabadna vele foglalkozni, de mégis ez a kommunikáció, ez kit téveszt meg? Tehát az, hogy ő ajándékként beszél róla, hogy itt a nagy lelkű kormány, ami 15%-ot ad, és hogy nem kapcsolják össze az emberek, hogy a rossz gazdaságpolitika eredménye, hogy 15%-ot minimum kellene adni? Valami nagyon-nagyon félrecsúszott annak idején. Gyakorlatilag a politika homokozója lett ez az egész nyugdíjügy. Vagy az egész nyugdíjrendszer lebutították a végtelenségig, lesilányították. Gyakorlatilag, ha abban lett volna konszenzus, mint ahogy a rendszerváltás után abban volt, hogy legyen önálló társadalombiztosítási ágazat, annak legyen önkormányzata, de még vagyonnal is ellátta ugye az akkori politikai hatalom, az önkormány, sőt, volt egy ellenőrző testület, hogy mire fordítják a járulék fizetők pénzét. Oké, értjük, hogy változott a világ. Annak a Bismarcki struktúrának, amelyik a élő munkára terhelt járulékokból finanszírozza a mindenkori kifizetéseket, nagy valószínűséggel ennek így vége van. Én magam is ezt tudomásul veszem, nem csak tudomásul veszem, én ezt láttam előre. A robotizáció, az IT-technika alkalmazása kiváltja az élő munkát, következésképpen máshonnan kell az államnak beszedni azokat a forrásokat, amelyek ebből fizetjük a mindenkori nyugdíjakat. Ilyen szempontból az első lépések gyakorlatilag nem voltak rossz irányúak, hogy a költségvetésben be kell ezt a pénzt gyűjteni. Csak itt nagyon sokan nem tudják, hogy amikor már adóformájába hajtják be, elveszítette a járulék jellegét, a járuléki járadék jár cserébe, az adó az közteher, a közteheré nem jár ellenszolgáltatás, tehát itt van egy csomó olyan alkotmányjogi aspektusa is ennek a dolognak, és nem csak költségvetési, amivel kellett volna a társadalomnak foglalkozni, vagy valamilyen társadalmi vitát ebben lefolytatni. Igaz, hogy a kormány magához vonta ezeket a döntéseket, és most valóban, ahogy ön mondja, mintha kegyet gyakorolna, hogy ha akarom, adom, ha akarom, nem adom. Az vitathatatlan, hogy ma már eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag politikai döntés kérdése az, hogy mennyi lesz, kinek mennyi a nyugdíja, vagy milyen struktúrába kerül ez elosztásra. Politikai döntés kérdése volt az, hogy a befolyt forrásokat milyen arányban osztja meg. A régebben két költségvetési tétel, az E alap, az egészségbiztosítási alap és a nyugdíj alap között. Vajmi kevés ment egyébként az egészségügyre, és egyre többet fordítottak nyugdíjra. Még elégedettek is lehetnénk vele, csak hát látjuk, hogy az a másik oldalon meg az lett az ára, hogy lepusztították az egészségügyet, hogy nem fordítottak rá elegendő forrást. Ezeket a vitákat nem késő még lefolytatni egyébként, hogy hogyan is működjön ez az egész. Igen, csak ahhoz, hogy ezeket a vitákat el lehessen fordítani, két dolog kellene, vagy nyilván több is, csak ami most nekem eszembe jut. Egyrészt kellene, hogy a nyugdíjasoknak legyen érdekérvényesítő képessége. Nyilván a kormány ezt kihasználja, hogy nincsen. A másik pedig, hogy valóban kellene valamiféle társadalmi párbeszéd és szolidaritás ebben az országban. És most ugye, ahogy látjuk akár a tanár tüntetésekben, sztrájkokban, hogy azon kívül, hogy szurkolunk nekik, igazi szolidaritás nincsen. Sajnos kiölték a magyar társadalomból, és ez szisztematikus politikai munka volt a Fidesz részéről. És nem is engedte igazából, hogy például a szakszervezeti mozgalom megerősödjön, hogy a szervezettségben nagyobb arányt tudjanak képviselni, mint amennyit képviselnek. Sokszor a forrásokat... Fölállított, mint a nyugdíjasoknál is, fölállított egy saját nyugdíjaszervezetet. Így van, tehát gyakorlatilag ez az idősek tanács, régen volt ugye az idősügyi tanács, amelyben a kormányzat szereplői, az érdekképviseletek és a tudomány vett részt. Én sokáig ennek titkára voltam, csak azért tudom, mert vagy 8-9 év, nem az életkorom miatt, hanem a beosztásom miatt, vagy a funkcióm miatt láttam el ezeket a feladatokat. Kényesen figyeltem arra mindig, hogy ne legyenek a kormányzati szereplők ebben a testületben, ami egy konzultatív testület, de még akkor is figyeltem rá, hogy ne legyenek többségben a kormányzati szereplők. A civil, valóságos civil szervezetek legyenek. Ebben az idősek tanácsában egyetlen egy olyan ember nincs, aki országos lefedettségű nyugdíjas szervezetet képviselne. Egy sincs.
és a másik olyan köztiszteletben álló tudós embereket hívtunk be, még szakértőként, mint például az ELTE tanszékvezető professzorát, vagy a KSH elnök helyettesét Bagó Eszter személyében, Taigás Katalin személyében, vagy egyházi személyeket hívtunk be ebbe a testületbe. Például Kozma Imre atyát, akinek mindig érdemes volt odafigyelni a szavára, meg az álláspontjára. Summa summarum, ez egy gittegylet, amit csinálnak. Tehát ott mindig eljátszák egy kávézás közben, hogy milyen jó cselekedetei vannak a kormánynak, de igazából ez se rendszerbe foglalva, se jól struktúrálva, sem a jövőt látva, ez nem. Bukdácsolnak egyik hónapról a másikra, ezt ideig, óráig lehet csinálni, de a végtelenségig nem. Ráadásul az Orbánék azért csak érzékelnek valamit, mert van ez a csúnya szó, hogy reziliencia, tervet kiküldték Brüsszelbe, ott megvitatták, majd visszaküldték ugye Magyarországra, ez elfogadásra került, ez egy több mint 300 oldalas dokumentum, amikor letisztították már akkor is egy több mint azt hiszem 80 vagy 90 oldalas, kérem szépen ebbe kőkeményen benne vannak azok az elvárások, és ezek szerint ők is látják a problémát, mert ugye a dokumentum az úgy működött, hogy először az Orbánék küldték ki Brüsszelbe, Brüsszelből küldték vissza, ebben benne van a nyugdíjreform, foglalkozik valaki vele, koordinálja valaki, nem tudjuk még. Benne van például a nagyon alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, hány éve mondom, hogy ez egy óriási probléma, hogy itt emberek százezrei, vannak olyanok, közel fél millió ember, vagy már több is, akinek 100 000 forint alatti nyugdíja van. Hát az hogy a fenébe fog tudni ilyen drágulás mellett megélni? Az, hogy borzasztó nagyok az aránytalanságok. Hát mióta mondom, hogy a járulék plafon eltörlésével megteremtették a lehetőségét a milliós nyugdíjaknak, az alul lévők felzárkóztatása elől meg elzárkóznak. Tehát nem mondtunk hülyeségeket az elmúlt években, ők maguk is ma már kezdik ezt elismerni, nyilvánosan ezt soha nem teszik, ugye? Mert itt is csak fű alatt kijutatták Brüsszelbe ők is azokat a fókuszpontokat, amivel majd a jövőben foglalkozni kell, és a brüsszeli hozzáértő szakemberek is azt mondták, hogy bizony ezzel foglalkozni kell. Mit tud tenni ennek érdekében a szocialista párt? Nekünk nagyon élő kapcsolatunk van a nagy nyugdíjas szervezetekkel és a szervezetek vezetőivel, akkor meg is ragadom az alkalmat, mert éppen ma ment ki a meghívó, mi minden évben csinálunk egy ilyen évindító beszélgetést, a közös munkálkodást elősegítendő, és minden nagy országos nyugdíjas szervezeti vezető igent mondott, itt lesz másfél hét múlva, az együttműködés alapjai azok régebben is megvoltak, de most operacionalizáljuk a feladatokat. Többek között ezeknek az európai dokumentumoknak a tovább a kifejtések, hogy közös álláspontot képviseljünk, mert elódázhatatlan de a nyugdíj reform. De az, hogy erősebbé tud válni az érdekképviselet? Én azt gondolom, hogy a civil szférát ezen a területen nem lehet megkerülni. Nem lehet megkerülni, mert egyébként Orbánék is aláírták ezeket a dokumentumokat, és azt mondták, hogy a civil szféra bevonásával kell ezeket a stratégiai döntéseket meghozni. És hogyha kikerülik ezeket a nagyországos szervezeteket, akiknek legalább lefedettségük van, például a MASZ, amelyik a szakszervezeti nyugdíjas szövetség, vagy a NYOK, vagy a nyugdíjas klubok életet az éveknek országos klubszövetséget kikerülnék, akkor mi leszünk az elsők, akik azt mondjuk, hogy ez a dokumentum nem hitelt érdemlő, mert a társadalmi párbeszéd az nem lett maradéktalanul végrehajtva. Alelnök úr, akkor két hét múlva várom, hogy megbeszéljük, hogy hogyan sikerült ez a köszönöm szépen együttműködés. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!